Most üres, de hétfőnként, szerdánként és péntekenként tele van a vásártér Újfehértón. A városközpontban elhelyezkedő téren több száz ember fordul meg piacnapokon. Hamarosan elindul a vásárcsarnok építése, amely során nem csak fedett épületet, de új üzletsorokat és kiszolgáló helységeket is kapnak az itt árusító termelők. A városi piac, amely bízunk benne, hogy jövő nyára megépül, egy olyan kényelmi funkcióval fogja ellátni a piacon árusító és vásárló embereket, amelyre már nagyon nagy igény volt évtizedek óta, hisz jelenleg az árusok és a vásárlók is az időjárás viszontagságainak maximálisan ki voltak téve. Most ebben az új vásárt piac csarnokban ez már megszűnik, hisz klimatizált körülmények között abszolút 21. századi körülményeknél fogják árulni, illetve vásárolni a termékeket. A beruházás alapkőletételén elhangzott, nem csak az árucsere miatt fontos a most kezdődő építkezés. Orbán Balázs miniszter helyettes szerint a piac olyan közösségi tér, amely összekapcsolja az embereket. A Magyarország kormánya minden helyi közösségnek szeretné azt a kezdeményezését támogatni, amely ezeket a fizikai tereket létre tudja hozni, ahol a települések lakói találkoznak, eszmét cserélnek, gazdasági, társadalmi, politikai élet központjai lehetnek, és hogyha ez egy ilyen ingatlan fejlesztéssel párosul, akkor ez meg külön öröm. Az ünnepségen hangsúlyozták, a vidéki piacterek azért is fontosak, mert a globális ellátási láncokkal és a multinacionális áruházakkal szemben a helyi termékek megbízható és egészséges alternatívát nyújtanak a fogyasztók számára. Itt Újfehértón nagyon büszkék lehetünk arra, az itteniek nagyon büszkék lehetnek arra, hogy sok helyi termelő van, és ezt a kultúrát át kell örökíteni apáról fiúra. Nagyon fontos, hogy ez a kultúra megmaradjon, és itt a helyi termék találkozhasson a vevővel rögtön egymással, mindenféle közvetítői lánc nélkül, így megvalósulhasson az a rövid ellátási lánc, amiről sokat beszélünk. Ebben nagyon sok haszon van, hiszen ezzel a helyi gazdaság erősödik, a település gazdagszik, az itt élő termelők gazdagodnak, és hát olcsó és jó minőségű terméket kapnak itt a vásárlók. Újfehértón 13 ezren élnek. A város egyre népszerűbb a nagyobb településekről, Debrecenből és Nyíregyházáról kitelepülők körében is. Az önkormányzat célja, hogy olyan fejlesztéseket indítsanak, amelyek a jövőre nézve is alternatívát nyújtanak a lakosságnak. Simon Miklós országgyűlési képviselő beszédében elmondta, a kormányzat mindezt támogatja, amit bizonyít, hogy 2014 óta 42 programban csaknem 22 milliárd forint támogatást kapott Újfehértó.